Menet közben svájci lett? Tapasztalta maga, hogy egyre inkább már a svájci mentalitás jellemzi? Hát bizonyos fokig igen. Tehát a megbízhatóság, a kiszámíthatóság, a korrektség, az udvariasság, ha úgy tetszik, tehát azok a izéket elsajátítottam. Ezek nem voltak benne az ön ifjúkori alaptulajdonságaiban? Biztos nem, biztos nem. Én az utcán nőttem föl, mindig ugyan magamra voltam ítélve, de azt hiszem, hogy ezt ott alakítottam ki. Azt önmagának mivel magyarázta, hogy hol a párizsi, hol a bécsi, hol a dél-koreai, a Szölui Szandóhoz küldték vezetőnek? Az első kirendeltség, ami ugye volt Franciaországban, volt a nagy vízválasztó, gondolom, mert ott sikeres voltam. Amikor Párizsban nevezték ki, igen, a Szandó élére. Igen, és akkor utána már belekerültem ebbe a nemzetközi menedzsment körbe, ahol ugye már többiekkel is találkoztam, azok is látták, hogy fú, ezt milyen jól csinálja.